Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió minden kedves nézőjét, mint a Szignál is elárulta, kezdődik Családőrzők című sorozatunk újabb adása. Köszöntöm az adásban a vendégeket, Fekete Cseri Zsuzsannát, a Kerekvilágház Alapítvány szakmai vezetőjét, egészségfejlesztőt, mozgásterapeutát. Szervusz Csilla, szervusztok! És itt van mellettem Papp Csilla is, mentálhigiénés szakember, életvezetési szakértő és párkapcsolati menedzser, mediátor. Sziasztok, szeretettel köszöntök. Raktam rád még néhány titulat, de köszönöm. Még nincs vége, még sorolhatnám, tudjuk. Sorolhat, igen. És köszöntöm természetesen most már harmadszor a csapatban Hézli Józsefet, mentálhigiénés és szervezetfejlesztő szakembert, illetve tanárt, akihez mindjárt szólok is. Azt szeretném kérdezni, így a harmadik beszélgetésünk elején, hogy érzed magad a műsorban? Szia Csilla, szeretettel köszöntök én is mindenkit. Köszönöm szépen a kérdésedet, egyre oldottabb vagyok. Örülünk neki, már csak azért is, mert olyan témáról fogunk beszélni, ami hozzád áll most ebben a pillanatban a legközelebb. Ugyanis mindannyiunknak volt már kamasz gyereke, ismerjük innen, illetve a hölgyek dolgoznak is azért valamelyest kamasz gyerekekkel, de te konkrétan kamaszok között élsz. Igen, így van. Hát ez egy nagyon, hát nem egyszerű a téma, amikor kamaszokról van szó, én mindig a saját kamaszkoromból indulok ki. És azt gondolom, hogy ezen a területen azért nem árt, hogyha az embernek valahogy van benne némi kapcsolata vagy kötődése. Én egy nagyon szorongó kamasz voltam, és ennek nyomán én nagyon szenzibilis vagyok egyébként erre a saját tanítványaimnak a problémáira, és igyekszem akár négy szem közti beszélgetésben, vagy a szülőkkel való beszélgetésben ezekre rálátni, és valamiféle segítséget is nyújtani. És ezt hadd mondjam, hogy én annyira örülök, amikor szülői értekezletet tartok, és hogy nem csak anyák jönnek el, hanem apák is. Mm. És az elmúlt években ez egyre többször fordul elő. Én ennek hihetetlenül örülök, és amikor együtt jelennek meg, apa és anya, az fantasztikus. Tehát én akkor látok harmóniát. És egyébként ott a gyereken is látszódik ez a harmónia. Úgyhogy én ilyenkor tényleg nagyon szoktam örülni. Lehet, hogy negatív hozzászólásom ezzel kapcsolatban, ennek van egy olyan előnye, hogyha csak az egyik szülő van ott, és hazamegy, és elmondja mondjuk anya apának, hogy ezt hallottam, apa még mondhatja, hogy hogy mondhatsz ilyet? És akkor ott mindjárt jöhet egy vita, viszont ha ő is ott van, akkor ha addig nem is volt bizodalma eléggé az asszony felé, majd ott lesz, mert ő maga is hallja, hogy hát bizony ezzel a gyerekkel valamit kezdeni kell. Persze, hogyha jó volt és dicsérik, akkor ez a probléma nem áll fenn. Igen, így van. Persze mindenkinek megvan az egyéni szűrője. Én ilyenkor azt szoktam, hogy nyugodtan hívjanak fel, vagy beszéljünk meg egy személyes találkozót. Abszolút működik az is. Egy kicsit, mindig azt szoktam kérni, hogy ne szakmázunk, de most lehet, hogy szakmázni kell. Határozzuk meg a kamasz szó jelentését valójában. Tehát mikor kamasz egy gyerek, és gyereke még a kamasz, vagy egyáltalán, hogy lehet ezt meghatározni? Nem tudom, kifelé nézek. Bocsász, hadd kezdjem el én. Hogyne? Nekem erről egy sztorim van. Szerintem nálam akkor kezdődött el, és inkább minden közelíteni meg, hogy kinél mikor kezdődött el a kamaszkor, vagy hogy kinél mit jelent, de nálam ott kezdődött el, amikor egyszer beszélgettem a nagymamámmal, valamit ő mondott, és én azt mondtam neki, hogy hát, drága nagyanyó, senki sem tökéletes, még te sem. és akkor paf, tehát szegénykém ott akkor nagyon kifeküdt ezen a mondaton, de hát valahol itt kezdődik, tehát amikor már érezzük ezeket az ellenállásokat, és nem, hogy mondjam, ellenállás, de hogy ez a szándékos, hogy mindenbe belekötünk, de még az élő fába is. És ez a Facebookon láttam egy ilyen nagyon jó mémet, hogy ha
kamasz gyerekeid vannak, és szeretnél valakihez szólni, akkor vegyél magadnak egy kutyát. És ez mennyire igaz? Igen. Ez nagyon igaz. Nekem 20 éves a lányom, és a minap megpuszíltam a vállát, nyári ruhában volt, és mondta, hogy anya, ezt hogy gondolod? Hát mondom úgy, hogy az anyukád vagyok, de hát ez én 20 éves vagyok már. Tehát, hogy ő ezt kikért, az arcára adhatok bármikor, de ugye egy olyan zónára adtam, amire mondjuk lehet, hogy egy pár adna már puszit, de nekem ugye ott felkínálta magát, és hát nekem ő továbbra is a gyerekem, és nyilván ott volt a pillanat. És ott szembesültem azzal, hogy neki még mindig tart a kamaszkor. Az is izgalmas, amikor felnőtt lesz valaki, és nem fejeződött be a kamaszkora. Azaz. Vagy nem élte meg a kamaszkorát, csak késve éli meg a kamaszkorát. Messzire vezet a téma, de csak, hogy ne felejtsük el például egy olyan párkapcsolati élethelyzet, amikor kimaradt a kamaszkora a lánynak, és bárki lesz a társa, már lassan 30x éves, de még mindig a kamaszkorát éli, meg az aktuális társon, és vele kerül folyamatosan opozícióba, és konfrontálódnak. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon izgalmas dolog, hogy kell az a kamaszkor, jó az a kamaszkor, akarjuk azt a kamaszkort, mi a jelentősége, mi a szerepe az ember életében. Nagyon-nagyon fontos és meghatározó szerepe van, és ki ne maradjon senkinél. Milyen helyzet lehet az, amikor nem éli meg valaki a kamaszkorát? Mitől van ez? Nincs. Mi lehet a háttere? Egyrészt van egy olyan személyiség, aki egy introvertált személyiség, tehát kifelé nem teszi ki az érzelmeit, nem tesz meg semmit, konformista, mindig megfelelő módon viselkedik, nem fogja fölvállalni a szembenállást, nem fog senkivel se opozícióba kerülni, ő nem fog kötekedni. Ő szépen mindig fejet hajt, aztán egyszer eljut odáig, hogy hát hoppá, 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 most már ezt én nem kérem, na ott aztán majd kiborul belőle, és akkor ki fog jönni. Ez egy nagyon-nagyon, tehát hogy mindig mindent időben kellene megtapasztalnunk, mert amikor ott van annak a szenzitív ideje, amikor az idegrendszer arra a leginkább befogadókész, amikor ott tudjuk megszerezni az aktuális tapasztalatot, az a nagyon-nagyon fontos. Te ugye a középiskolás gyerekekkel, ahol dolgozol, van olyan gyereked, aki bekerült, gondolom, 15 évesen a középiskolába, és még inkább kisgyerek. És van olyan, aki már 15 évesen, hát már inkább nagy gyerek, és inkább a fiatal felnőttség felé megy. Ezt hogyan kezelitek ti a suliban? Nekem ez egy nagyon izgalmas kérdés. Igen. Hát igen, ez egy nagyon nehéz dolog, mert hogy Aki már érettebb, az igényli ezt az érett kommunikációt, és akkor neki azt kell megadni, és akkor olyan, nem tudom, a tanóra kellős közepén, akkor kénytelenek vagyunk egy olyan, volt olyan diákom, akivel egy komplet ilyen filozófiai, nem tudom, eszmecserét le kellett folytatni, Descartes-tól elkezdve, nem tudom, Kantig, és akkor meg volt olyan, akinél meg ott tartottunk, hogy hát egy kicsit hüntyörgünk már, bocsánat, tehát hogy neki erre a babusgatásra van szüksége, bármennyire is furcsa, igen, a 14-15 éves fiúknak is van szüksége néha babusgatásra, nyilván ezt nem én fogom megadni, de hogy van az a, tehát hogy igen, ők is néha igénylik ezt. És a másik véglet meg az a tényleg a 15 éves, aki meg tök önálló. És neki nincs rá szüksége. És minden tud. Okos, benne van az életben, tudja, hogy hány kiló négy kézláb, és menedzseli a dolgait. Egy kicsit beleragadtam közbe, és a saját kérdésemmel gondolkoztam, hogy lehet az, hogy kihagyja a kamaszkort. Én azt hiszem, hogy ez a veszély mondjuk a versenysportolóknál, vagy a zenét tanulóknál fordul elő, mert annyira összpontosít arra, amit csinál, hogy elfelejt kamasszá válni. És ott fegyelemben, tehát ott nem is tud. Igen. Nincs tehát, ideje így van, arra, hogy így kamasz van, legyen. Így van, nem tudja muszáj megélni. És lehet ennek az a következménye, hogy teszem azt egy versenysportoló, egy élsportoló egyszer csak abba hagyja, elér arra a szintre, hogy nem találja a helyét a társadalomban. Uh-huh. Abszolút, sőt, egy verseny vagy egy élsportolónál. Azért is úgymond veszélyes ez, mert nem egy átlag életet él. Tehát viszonylag fiatalon ki van emelve, ugye egy szűrőn keresztül ki lett választva valamire, és csak arra az egy dologra fókuszált, nyilván még mellette a tanulmányai. Viszont maga a szocializációja nem olyan széles spektrumon mozgott vagy mozog, mint akik normál életet élnek. És ugye mivel egy ilyen szűk, mondhatom azt is, hogy egy búra alatt
fejlődik vagy tevékenykedik, ezáltal a külvilágból nem tapasztal annyit, mást megtapasztal, mert nyilván megtanulja, hogy mi a verseny, hogy teljes fókusszal ott vagyok, hogy sikerorientált vagyok, és célba érek, és tudatos táplálkozásba, tehát hogy nagyon sok mindenben fejleszti, viszont más dolgokban, ami pedig ott van az életben, millió dolog, azt nem tudja megtapasztalni. Szocializációs folyamataikban mindig igen. Megrekednek ők általában. Például párválasztás, vagy akár egy házasság, vagy egyáltalán az életben úgy részt venni, vagy magát az életet úgy menedzselni, ahogy mondjuk egy átlag képes, mert hogy abba szocializálódott. Igen, bocsánat, ne haragudjatok, még egy mondatot ide tennék, hogy van ez a... Tehát, van az a családi helyzet, amikor egyszerűen a gyereket nem hagyják élni, nem hagyják igen. kamaszodni. Igen. És mert hogy a családnak éppen, vagy az anyának, vagy az apának, vagy a nagyszülnek, nem tudom, amikor, tehát hogy neki az a kényelmes, hogy nem hagyják egyszerűen felnőni. És akkor ilyenkor szokott az lenni, hogy oké, most ez kimarad, semmi gond, de ez később bepótolódik, és olyan szinten, tehát például egy munkahelyi környezet, de tudok olyanról, aki munkahelyről munkahelyre vándorol, mert egyszerűen a főnökével nem bír egyik főnökével sem, mert a főnök mindig hülye, már bocsánat. Uh-huh. És minden főnök hülye. Egyszerűen nem tud vele normális kapcsolatot létesíteni, mert folyton ez a rivalizálás. Tehát, hogy nincs, ez a, mikor a kamaszkorban ott is nyilván a fiú az apával fog rivalizálni. De ha ez nincs ott azon a szinten, abban az időben kezelve, az később ilyenekben a kollégákkal, akár a párkapcsolatban, akár a vezetővel ott fog kidudorodni. Tehát az emberi kapcsolatok sínlik meg. Visszamennék egy kicsit még a meghatározáshoz, hiszen ismerünk ilyen kifejezéseket, hogy kis kamasz és nagy kamasz. És tudjuk azt is, hogy minden mögött ugye azért biológiai tényezők állnak, ez Zsuzsi talán az előző adásban is említette, ami miatt valójában ez a kamasz időszak egy nehéz időszak. Persze, ez mindenkit megvisel. Nagyon-nagyon a szülő, aki eddig a kicsike gyerekét nevelgette, és édes volt, és aranyos volt, és szófogadó volt, és bármit meg lehetett vele tervezni, csinálni, elvégezni A-ból B-be programot, akármit, az most egyszer csak azt mondja, hogy nem. És akkor ott áll anyu meg apu, hogy ha nem, és a gyerek nem tudja, a kamasz gyerek, hogy ő mit akar, de az biztos nem, amit nem. Te mondtál. És mi történt a gyerekemmel? Hát eddig olyan cuki volt, olyan simulékony, kedves, alkalmazkodó. Hát mi történt itt? Így van, és akkor ott áll a felnőtt, a szülő, és akkor szalad a tanárbácsihoz, hogy tanárbácsi, te hogy látod? Egyáltalán... A tanár úr hogy látja? Igen, igen. Én szoktam úgy kezdeni egyébként a szülőkkel való ismerkedést, hogy nyugodjanak meg, innentől kezdve kapnak egy új gyereket, és hogy kezdjék el újra az ismerkedést. Egyébként ez messziről is döbbenet, mert ez már mondjuk egy 9 éves gyereknél bőven jelentkezhet a kiskamaszkori, és a nagyszülő is döbben meg, hogy 3 hónappal ezelőtt még 3 varjú kaszál volt a kocsiba útközben, aztán jött egy nyár, és egyszer csak leülünk, és mintha felnőttek, úgy beszélgetünk, és hova lett? Az a pici lány, az hova lett? De ezt a nagylányt legalább annyira lehet szeretni, ami azért azt hiszem, hogy ez egy fontos dolog, hogy erre odafigyeljünk. Egyszer már beszéltünk róla, és most ülközöttünk egy ilyen tanártalan, újra idehozhatjuk, hogy a kamaszoknál gyakran előfordul, hogy azért nekik is szükségük van valakire, akivel megbeszélik a dolgokat, és előfordul, hogy ezt nem a családból, hanem mondjuk az edzőjükben, vagy a tanárukban találják meg. Van ilyen? Hogyne, abszolút. És szerintem ez egy ez egy tök jó kapcsolatra árulkodik. Tehát, hogyha egy tanár tud mondjuk annyira bizalomgerjesztő lenni, és szimpatikus lenni a diákjai számára, hogy aztán megosztanak vele az életükből dolgokat, pedagógusnál szerintem ez egy óriási dolog. De nem félelmetes valahol? Van benne félelmetes is, meg felelősség. Ezért gondolom, igen. Igen, hogy ott nagyon át kell gondolni. Igen, hogy milyen példát mutatsz, mert ugye a kamaszoknak fontos lenne példaképet találni.
hiszen nincsenek példaképek, mert ugye sokat beszéltünk már arról, hogy apátlan nemzedékek nőnek fel, és a fiúknak nem tudnak példaképük lenni az apjuk ebben az esetben nagyon sokszor. És hogy jó lenne, és ugye szuperhősöket találnak, színészeket találnak, vagy sportolókat, vagy akár tanálhatnak a tanárukban is, és az egy jó dolog, mert ugye akkor nem szuperhős, meg nem egy címlapfotó a példakép, hanem egy élő eleven ember, akitől kérdezhetek, akivel kapcsolódhatok, és ha mondjuk otthon a szüleimmel nem olyan a kapcsolat, vagy az apukám épp nincsen, mert valahol van, akkor ott van egy férfi energia, és oda tudok hozzá menni, tudok kérdezni, és akár még diskurzust is, vagy kis mini szemináriumot folytathatok, vagy filozófikus beszélgetéseket. Tehát, hogy ezek nagyon-nagyon kellenének. Igen, és még bocsánat, még annyit, hogy szerintem az az ideális, amikor hogy eltalálja az egyensúlyt a kamasz, hogy vagy valamit a kortárs közösséggel tudok megbeszélni, illetve meg valamit a tanárommal, a szülőmmel, illetve hogy van egy téma, amiről mindenkinek a véleményét kikérem. Uh-huh. És szerintem ez volna egyébként az ideális. Elképesztő nehéz helyzet lehet azért ez egy tanárnak. Teszem azt, ha a kamasz a titkait, akár a nemiségével kapcsolatos titkait, nem a szüleivel osztja meg, hanem kiválasztja magának mondjuk a tanárját, és a tanár nyilván, még hogyha nem nincs is titoktartási fogadalom alatt, akkor sem mehet mindjárt oda a szülővel, hogy hűha, ez van a gyereket, tehát ott eldönteni, hogy mi legyen, mert most a gyerek valamitől rossz irányba halad. Igen. Hogy ilyenkor mi a helyes lépés, mit tehet egy tanár, akiben megbízik az a gyerek és a bizalmát. Nyilván, ha a tanár is elveszítette, akkor már kivel fog bízni, akkor hogy tudják megmenteni? Igen, én azt szoktam ilyenkor mondani, hogy először is meg szoktam köszönni a bizalmát, tehát ez óriási dolog tényleg. Ugyanakkor azt is hozzá szoktam tenni, hogy ha most olyan dolgot mond el, persze az valószínűleg a beszélgetés vége felé fog kiderülni, akkor lehet, hogy azt nekem továbbítanom kell valahová. Tehát ha most olyan információt ad nekem a birtokomba, bármi lehet, akár bántalmazás, vagy bármi tényleg, akkor azt nekem tulajdonképpen kötelességem is jelezni a megfelelő szervek felé. És ezzel tulajdonképpen őt védem. És ezt kell neki megérteni, hogyha ezt most elmondja, akkor annak az a következménye, hogy előbb-utóbb erről valaki tudomást fog szerezni. És tehát, hogy ez nem marad titokban. Most egy picit beszéljünk, bocsáss meg, beléd folytottam a szót. Nekem most csak egy dolog jutott eszembe, és ez egy nagyon izgalmas kérdés nálunk. A terápiás teremben a gyerekek sokszor elhozzák és kimondják azokat a titkaikat, amit nem tud mással megbeszélni. Nálunk az a gyakorlat, hogy megkérdezzük a gyereket, hogy ez itt marad, köztünk marad, vagy elmondhatom anyának vagy apának. Ha a gyerek azt mondja, hogy nem mondhatom el anyának, apának, akkor én nem fogom elmondani anyának, apának, kivételt képez, ha a gyereket bűncselekmény, stb. Tehát ami ugye törvénykeretek, meg hát a szülőnek dolga van vele. Akkor se valószínű, hogy konkrétan úgy fogom elmondani, hogy a gyerek mondta, hanem azt mondom a szülőnek, hogy itt ezen a ponton tessék szíves lenni, egy kicsit nyitottabb szemmel járni és jobban figyelni. Mert a gyereknek a bizalmát, ha van egy felnőttbe a bizalma, mondjuk ő azért választ ki egy felnőttet, mert a szüleiben nem bízik. Miért nem bízik? Mert anyának azt mondom, hogy vegyél nekem valamit, anya azt mondja, nem veszek, mert most éppen nincsen pénzünk, vagy nem ez a terv, vagy másra érődtünk, vagy nem. Apa azt mondja, miért nem veszed meg neki? Látja, hogy kész. Ő már nem fog megbízni, kibe bízzon. Tehát ez bőven elég neki. Talál egy embert, akit stabilnak gondol, abba megbízik. Ha ő annak az embernek odaadja azokat az információkat, ami őt feszíti, akkor annak az embernek, az elsődleges szempontnak annak kell lenni, hogy a gyerek maradjon kapcsolatban egy olyan felnőttel, aki őt tudja segíteni, támogatni. Tehát ez egy óriási dilemma, ez egy hatalmas nagy tehertétel, ha valaki egy másik ember életéért bármilyen szinten felelősséget vállal, és most mindegy, hogy szülő vagy, tanár vagy, terapeuta vagy tök mindegy, mi vagy. Igen. Bocsánat, csak annyi, hogy itt tényleg, ahogy mondod, nagyon fontos ez a transzparencia, és itt a világos kereteknek a meghatározása. Így van. Tehát akkor lesz ő is biztonságban, meg az ő titka is biztonságban, hogyha mi ezeket megadjuk. Így van. De ezt mi a szülőkkel is megbeszéljük, és a szülő el is fogadja.
És a szülő örül neki, hogy végre egy olyan felnőtt, akinek oda fogja adni, és én is biztonságba tudom a gyerekemet. Tehát, hogy ez egy össztársadalmi rendszernek egy pici része egy gyerek esetében, de át meg átszövi a társadalom teljes szövetét. És óriási felelősség. És az, így hogy van. Mit tartasz meg, tehát így mi az, ami a titoktartás része, és mi az, ami ugye azt szolgálja, hogyha olyan derül ki, hogy őt emelt ki abból, amiből mondjuk ki kéne emelni, vagy megsegíteni, mert hogy lehetnek olyan családi helyzetek, tudjuk. Itt is fennáll az a veszély, hogyha a szülő és a kiválasztott nem egyformán vélekedik egy ilyen helyzetről. Tehát amit elmond a gyerek, a szülő így gondolkozna róla, vagy így cselekedne, akinek elmondja pedig máshogy, és akkor ott megint, most legyen családon belül, mondjuk legyen egy keresztszülő, meg legyen a testvére a gyerek szülője, vagy anyukája, vagy apukája. És ha esetleg a keresztszülőt választja ki a gyerek, elmond valamit, a keresztszülő mond rá rögtön valamit, hogy te jó ég, ezt most azonnal hagyd abba, de lehet, hogy anya meg azt mondaná, hogy hát, de hogy mehet, hogy folytasd. És akkor már a családban ez már veszekedés is. Hát akkor még, ha a pedagógussal történik ez ott középen. Nagyon, nagyon nehéz helyzet. Ez kalmas. El tudom képzelni, hogy ez mégis. Egy picit még azt kérdezném meg, amíg még van egy kis időnk, ugye most adott volt egy helyzet, néhány adással ezelőtt már szóba is hoztam, hogy a gyerekek kevesebbet találkoztak egymással, nem jártak közösségbe, mert hogy a pandémia ezt nem tette lehetővé. És ez nem volt egy-két hónap, hanem másfél évről is beszélhetünk akár. Mások lesznek azok a kamaszok, akik átélték ezt az időszakot? Maradt ki bármi is az életükben, hogy nem voltak úgy közösségben, ahogy egyébként ez lehetett volna, vagy ahogy ez hagyományos? Szerintem ez valahol lokális kérdés is, mert hogy azok a fiatalok, akik mondjuk falun laknak, ott azért ezt könnyebben megoldják, és ők ezt mondják is, hogy ez annyira nem voltak magányosak, tehát megoldják ők ezt, de nyilván ott is előfordulhat az, hogy mondjuk ott a család nem engedi ki. Inkább városban látom ezt nagyobb problémának. És az, hogy mások lesznek-e, nagyon érdekesek a kamaszok, mert tehát amikor kimaradt néhány hónap az életünkből, amikor visszatértünk az iskolába, nekem olyan érzésem volt, mintha minden ugyanaz folytatódik, mint ahol abban hagytuk. Tehát, és nyilván az, persze benne van az is, hogy azért időről időre azért fenntartottuk a kapcsolatot, hiszen napi szinten tartottuk az online órákat, és az is egy érdekes dolog volt, hogy amikor visszajöttünk májusban, akkor ők már nagyon, nagyon tiltakoztak az ellen, és az első egy-két nap az azzal ment el, hogy ezt az ellenállást valahogy kezelni, hogy már megint vissza kellett térni az iskolába, és hogy miért kellett, és ez is egy kamasz dolog. Ez is egy kamasz dolog, viszont ez mögött... Ez ellenállás. Így van, de hogy emögött ott van az, hogy hát, hogy beleszoktak, belesüppedtek, és ez a süppedés, ez nem ez a kényelmes süppedés, hanem ez a beszorultság, beszűkülés, inkább így mondanám, és hogy ők igazából nem tudom, ez a szorongó helyzetet, mint hogyha ebből nem tudtak volna, nem tudnak mit kezdeni ezzel a helyzettel, most nekik vissza kell térni az iskolába, és akkor vannak dolgok, amiket akkor újra kell tanulni ahhoz, hogy legyen egy viszonylagos komfortérzetük. Tehát azért várhatóan hosszú távra jelentett valami más, például a közösségben való beolvadás, mert teljesen más az cseten tartani a kapcsolatot a barátokkal, mint személyesen találkozni. Igen, igen. Mondjuk a szakképzésben azért ez más, egy picit más, mert ugye ott vannak a szakmai gyakorlatok, ott azért találkoznak egymással, vagy találkoztak egymással. Persze aztán a szakmai gyakorlatnak is volt egy olyan része, amikor az is online történt, de hogy ő náluk azért egy picit azért volt folytonosság, tehát amikor egyik héten bent voltak, másik héten meg online-ban, tehát ez egy kicsit máshogyan alakult. Tehát inkább az általános iskolásban és a gimnazistáknál van ez a probléma.
Én úgy érzem, hogy csak felületesen tudtuk érinteni a kamasz létet és a kamasz dolgokat, úgyhogy vissza kell, hogy térjünk, mert gyanítom, nem egy adásra és nem két adásra fogunk még beszélgetni erről a világról, hiszen a család életét nagyon meghatározza, hogyha kamasz gyerek van, és sok helyen tudunk majd esetleg megint gondolkodásra biztatni szülőket. Én nagyon szépen köszönöm nektek, hogy itt voltatok, Pap Csillának, Fekete Cseri Zsuzsának és Hézli Józsefnek is, hogy harmadszor is vállaltad, hogy beülsz közénk. Ez nagyon hősies cselekedet volt, és sok erőt kívánok a kamaszokhoz. Nagyon szépen köszönöm. És hát nagyon szuper jó társaságban voltam, úgyhogy nagyon köszönöm az élményt. És köszönjük neked. Köszönjük. És természetesen köszönjük a Fehérvár Televízió nézőinek is, hogy velünk voltak. Családőrzők című műsorunkkal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Addig is kellemes tévénézést kívánok. Viszontlátásra! Viszontlátásra!